akkor nem volt olyan egyszerű, tehát külföldre kellett kimennem motoros ruhát venni, mert, mert Magyarországon nem nagyon lehetett kapni normális motoros ruhákat. És akkor megvettem a, akkor ilyen sláger csúcsnak számított az egyik márkának, vannak ezek a pupos bőroverák, most már mindenki látszik ilyet. Akkor nem nagyon lehetett látni, amit a versenyzőknek kifejlesztettek a 90-es években, utána azonnal kitott az egyik márka utcára, én gyorsan beszereztem egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon fullosat. És akkor jó útra tértél? Nem. Nem, csak megadtam magamnak az esélyt. Köszönöm, hogy eljöttél. Szép zárt lenne. Azt mondtad, hogy beszélgessünk őszintén. Én igazából azt mondom, hogy tehát, vettem én is magamnak egy 750-es gsx azonnal mindig el szoktam mondani, hogy amikor kérdezik emberek, rengeteg kérdést kapok, hogy milyen motorral kezdjenek. És akkor jönnek ezek a 750-es gsx jó, vagy ezres, vagy stb. Mert te is azzal kezdted. Csak hogy most mondjuk egy 750-es GSX-er 150 lóerő, akkor meg volt 100 és volt 240 kg az én motorom, most meg 190 kg a motorom.